egyre több helyről lopják kaptárastól, mézestől a méheket. A méhészek szerint a tolvajok csak profik lehetnek, mert a virágzó fák közelébe telepített kaptárak elszállításához megfelelő védőeszközökre és nem utolsó sorban tudásra szükség van. A tolvajok szerint a tolvajok több százezer forintos kárt okozhatnak egy-egy tulajdonosnak. Ennek az ajkai méhésznek 9 kaptárát vitték el, közvetlen a pergetés előtt lopták el a méhcsaládokat, ami jelentősen növeli a kárát, mely így megközelíti az 1 millió forintot. Egyébként a méhcsaládoknak kaptárral együtt 45-50 ezer forint a piaci értékük. Elsősorban egy méreleg leolvasása, tehát súlygyarapodást akartam ellenőrizni. Ez meg is történt, szép nap volt, egy 5 kilós nap, és a vihar előtt hazajöttem. Másnap reggel hajnalban, 6 óra felé az erdész telefonon keresett, hogy hiányos a kaptársorom. Nem csak Ajkán, Veszprémben is tűntek el kaptárak. Ennek a veszprémi méhésznek másfél hete egy repceföld mellől lopták el a méheit, 11 családot vittek el az ismeretlenek. A veszteséget honnan nézzük? Tehát vehetjük úgy is, hogy csak a méh családok veszteségét nézzük, akkor félmilliós kárról beszélünk, de hogyha azt vesszük alapul, hogy egész évben ezek a családok nekünk már nem termelnek, akkor milliós kárról beszélünk. A jó minőségű manipulációtól mentes mézet nagyon sokan keresik. A méhészek azt mondják, hogy sokat kell dolgozni a méhekkel, ráadásul a virágzáson túli időben a gondozásuk is sokba kerül. Ezt spórolják meg a tolvajok. Ez egy teljesen ismert országos jelenség. Pont ma kaptam reggel a hírt, hogy Szolnok megyéből 40 családot unblock, tehát az egész méhészetet elvitte valaki. A méhészek szerint a lopások ellen sokat tenni nem tudnak. A kaptárakon ugyan vannak azonosító jelek, akár csippel is felszerelhetik, de azt mondják, hogy nem is a kaptár az érték, hanem benne a méhek és a méz. Ezeket pedig a tolvajok egyszerűen átpakolják a saját kaptáraikba.